A 20. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseményére emlékezünk a következő percekben. 1956 a terror elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca hazánknak. Szovjet harckocsikról, temetetlen holttestekről és az egységes magyar népről is szóltak az 56-os forradalom és szabadságharc megélőinek emlékanyagai, mondta televíziónknak Karádi Zsolt főiskolai tanár, aki a korabeli dokumentumokat, visszaemlékezéseket választott a új irodalmi színi rendezésének alapjául. Félelemérzet 56-ban, a korabeli dokumentumok ezt sem rejtik véka alá, véli Karádi Zsolt, az És nekünk nem szabad feledni című darab rendezője. A főiskolai tanár 1956 egykori harcosainak, hőseinek és hétköznapi megélőinek visszaemlékezéseit, valamint korabeli verseket tanulmányoz több mint fél éve. A darabnak a szövege, szinte valamennyi mondata megjelent, egykori túlélők, egykori harcosok, elítéltek mondatai ezek. Nyomtatott változatokkal dolgoztunk, részben olyan anyagokkal, amelyeket az 56-os intézet szövegtárában találtunk, részben a Históriában, részben megyei kiadványokban, illetve irodalmi forgatókönyv lévén irodalmi szövegrészeket is beillesztettünk. És az előadásnak a szövegét természetesen egy kicsit színháziasítani kellett a diákokkal együtt, több napon keresztül, mondatról mondatra és szóról szóra megvizsgáltuk újra a szöveget, és imit amot a beszélt nyelvet színházi nyelvé próbáltuk tenni. A Nemzeti Színház ablakai letörve, az órát kilőtték, a Szabad Nép épülete is erősen megrongálódott. A Rákóczi úton szinte egyetlen épablaküveg sincsen. A villamosok feltorlódtak, megrongálódtak, az alkalmi áruházakat is teljesen szétlőtték. A kirakatban hagyott áruk a romok közt hevertek. Az erkélyről épületdarabok csüngtek le, a járdát üveg kövezte. Még az Ötvös Lóránd épületét is szétlőtték. Az orosz katonák kettesével, hármasával cirkáltak az emberek. A lelkület. Én ahogy készültem rá, hát legalább fél éven keresztül 56-os történeti szakmunkákat és visszaemlékezéseket olvastam, képanyagokat néztem, teljesen megrendítő volt. Én 56. januárjában születtem, tehát én nem voltam, főleg a diákok pedig nem lehettek szemtanúk. Amiket olvastunk és láttunk, teljesen megrázó volt, hiszen úgy tűnt, hogy háború folyt Budapesten. És ezt a háborút akartuk érzékeltetni. A hősöket, az áldozatokat, akik véletlenül lettek hősök, akik tudatosan lettek hősök, akik nem élték túl, és akik túlélték, és emlékeznek, és bennünket is emlékeztetnek, és számunkra is átélhetővé teszik a történteket. A színpadon a Móri Zsigmond Színház művészei és nyíregyházi egyetemisták láthatók, ők mutatják be az 56-os gondolatokat. Ez egy hatalmas munka volt és komoly feladat. Tehát egy olyan ember egy forradalmának a helyzetébe beleélni magamat, megszólaltatni ezt az embert, aki ott volt és mindezeket látta, megélte. Ez azért nem egy könnyű feladat.